koncerten a Buborék együttes állt színpadra. A trió 20 évvel ezelőtt alakult. A zenekarról Kovács Csilla énekes beszélt. 2008-ban alakultunk, az előtt is együtt játszottunk mi, tehát többféle formációban dolgoztunk közösen a kerékgyártól Lászlóval, és az akkor alapító tag Darida Tamás volt még, aki már nem a zenekarunk tagja, rengeteg más tévészenei munkája van, ezért ő sajnos nem tud eljönni a fellépésekre. Többféle formációban léptünk azóta már föl, de Alacival vagyunk a kezdetektől fogva együtt, és hát ez egy nagyon érdekes történet. Megszületett a kisfiam, és akkor elvittem egy Grillus filmos koncertre, és ott hallgattam, ahogy énekel a művész úr, és a gyerekek tátott szájjal hallgatják, és hazafelé eszembe jutott, hogy úristen, hát nekem vannak versek, amiket én a kisfiamnak írtam, és hát neki szoktam énekelni, és hát miért ne csinálhatnánk ezt meg mi is, hogy megzenésítjük őket, és akkor énekeljük. Utána elmentünk egy Halász Judit koncerten, és az volt a leges legnagyobb durranás, és utána már biztos voltam, mert nagyon ezt szeretném csinálni. A jelenlegi formációban két zseniális zeneszerzővel dolgozom. Kerékgyártól László, ő a szólógitárosunk, Dornai József, aki basszusgitáron játszik. Mind a két fiú zseniális zeneszerző. A Jóci, ő még szövegeket is ír. Ő írta például a Vilmoskát, ami most a gyerekek körében rendkívül népszerű, és a Laci bácsi pedig a Békakomát, ami már több mint 22 milliós megtekintése van a YouTube-on. Az együttes célja nem csak a szórakoztatás, hanem az is, hogy igényes muzsikát nyújtsanak közönségüknek, legyen szó szövegről, vagy annak tartalmáról, valamint hangszereléséről, mondja Kovács Csilla. Én azt gondolom, hogy a szövegekben is, tehát nálunk még vannak rímek, van a dalnak mondani valója, van különböző korosztálynak szóló dalunk. Aztán a zenei hangszerelés, tehát hogy az is nagyon-nagyon sok időt vesz igénybe, amíg kitalálják a fiúk, hogy mi hogy szól jól. És ugye azt gondoljuk, hogy pici korban kezdődik el igazából a zenei nevelés, úgymond a gyerekek ízlését lehet ezzel formálni. És nekem semmi bajom nincs a repzenével, meg semmivel az égvilágon, sőt a minimál diszkózenével sem, ami lényegében egy dob meg egy basszus, ha jól tudom, de én azt gondolom, hogy azért sokkal jobb a léleknek, hogyha egy olyan zenét hallgathat, akár felnőttként is, ami egy picit megérinti, egy picit szól a mindennapi gondjairól, vagy az élményeiről, vagy a meséről, vagy bármiről, ami most jelen pillanatban a gyerekeket érdekli. Őszintén megmondom, hogy ma nem készültünk se tanítással, se oktatással, se semmivel. Ma egy nagy tomboldával készültünk, mert tudjuk, hogy ide fog jönni a Mikulás, és igazából ezt a hangulatot szeretnénk még inkább felfokozni, a várakozás örömét erősíteni a gyerekekben. És ma készültünk nagyon-nagyon sok mindennel, hoztunk hóesést, aztán millió buborékot, hoztunk hóembereket. Ma debütál a tűzoltó autónk is, ami ma lesz először megmutatva a közönségnek. Úgyhogy bízom benne, hogy egy tartalmas, színvonalas, érdekes és rendkívül fárasztó műsort látnak a gyerekek, mert reményeim szerint sokat fognak táncolni, ugrálni, úgyhogy a szülők biztos, hogy nagyon fogják emlegetni a zenekart jó értelemben, mert korán elalszanak a gyerekek, annyit ugrálnak, hogy elfáradnak. Jes, hát buborék Berci is itt van velünk, természetesen ő hógolyozni szeretne a gyerekekkel, úgyhogy ma minden lesz. Thank you.
fellépések alkalmával a kezdetben visszahúzódó gyermekek könnyen oldott hangulatba kerülnek, ha meghallják a zenekart, vagy előtérbe kerül a színpadra varázsolt látványvilág. Amikor először találkozunk velük, akkor picit meg vannak szeppenve, vagy azért, mert eleve a színpadon annyira látványos dolgok vannak, meg hirtelen ugye megszólal a zene, stb., hogy ez egy picit úgy, nem is tudom, úgy elvarázsolja őket, és akkor még nem rosszalkodnak, idézőjelben mondom ezt a rosszalkodok szót, de utána azért már a másik, harmadik dal után mi igyekszünk őket bevonni az előadásba, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jól feloldódnak a gyerekek, és ez a legjobb része a műsornak, hogy nem csak a gyerekek, hanem minden korosztály részt vesz az előadásba. Ma itt nem lesz, de van egy olyan része a műsornak, ahol a felnőttek szerepelnek, mert egyszerűen annyi minden van ma, hogy nem fog beleférni. A másik része, amitől meg vannak egy picit szempenve, hogy ugye látnak minket televízióban, a videóklipjeinkben, és utána az ő számukra az, hogy ott élőben találkozunk, az egyfajta varázslat, és akkor hát amikor látják, hogy lehet velünk beszélgetni, oda jönni, pacsit adni, megölelgetjük őket, akkor viszont nagyon-nagyon gyorsan feloldódnak, és ez nagyon jó. A nagy múltra visszatekintő formáció egyértelműen ért a gyerekek nyelvén, hiszen számukra jó üzenetet hordoznak dalaik. Ez abból is látszik, hogy nem csak itthon, hanem külföldön is értékelték már alkotásukat. Amire a legbüszkébbek vagyunk, az egy külföldi elismerés. Indultunk 2017-ben egy világversenyen, amire még nem volt példa, hogy gyerekzenekar ilyen versenyen elinduljon, és főként nem magyar nyelven. Ez Amerikában, Nashville-ben került megrendezésre. Hát a világ minden országából, de tényleg a Japántól elkezdve mindenhonnan érkeztek be pályaművek erre a versenyre. Egy szakértő zsűri bírált el ezeket, és az akkori kiadónk az azt mondta, hogy az, hogy mi magyarul indulunk, az ki van zárva, hogy bármeddig is eljussunk. De annyira szerettük volna népszerűsíteni a magyar nyelvet, és azt gondolom, hogy ettől jobb lehetőség, hogy egy világversenyen megmérettessen egy dal, gyerekdal, ráadásul magyar nyelven nem kínálkozik. És sikerült harmadik helyezést elérnünk, tényleg mi sem hittük el, és ez a mai napig ott van, ugye ezen a nemzetközi palettán 2017-ben Buborék együttes a Farmon című dallal harmadik helyezést ért el. Ez csodálatos. Számos zenei produkción van túl a trió, dalaikat sokan ismerik, a kreatív munka folyamatosan zajlik a Buborék együttes házatáján. A csapat jelenleg is alkotói fázisban van, nem sokára megjelenhet újabb lemezük, a kis hallgatóság legnagyobb örömére. Most készül az új lemezünk, úgyhogy nagyon-nagyon sok új dalunk van. Lesz kacsás dal, lesz, ami a napokat tanítja a gyerekeknek, lesz egy picit komolyabb, ami a nagymamákról szól. Tehát nagyon-nagyon sok ötletünk van, sok elképzelés. Most pont a megvalósítás folyamatában vagyunk, és a terveink szerint jövőre gyereknap környékén lesz ebből majd lemez. A koncert közben mindenki önfeledten szórakozott, majd egyszer csak betoppant az eseményre a Mikulás is, akit dallal fogadtak a gyermekek. Újra Kis barátom, a kis sütárom, a barátom, a kis sütárom, minden élet, a legyen már!
Az est sok-sok hóval, dallal, közös tánccal és természetesen buborékkal ért véget. Köszönöm szépen!